Nem zárta pozitívan a 2020-as évet a kézházak piaca. Az új kedvezmények miatt azonban már januárban érezhető volt a megnövekedett érdeklődés irántuk. A kézházak egyik legnagyobb előnye maga a szigetelés, illetve hogy egy normál építkezéshez képest jóval rövidebb idő alatt lesz kulcsra kész az ingatlan. Az alapot azt hagyományos szerkezetet is lehet ráépíteni az alapunkra, az alapot úgy készítjük el. Utána a fal szerkezeti, hát nekünk a falgyártás műhelyszinten történik, az alapozás közben elkészülhet. És hogyha az alap ugye megkötött és azt a technológiai szállásért kiváltuk, akkor onnantól kezdve nekem egy napon belül áll a fal szerkezet komplet házon, és aznap már akár mehet rá a tetőszerkezet is. Hogyha előre gyártott tetőt rakunk rá, akkor aznap akár a tetőszerkezet is állhat. Van olyan házunk, ahol már egy nap alatt ezt már elkészítettük. Egy normál családi házat, még egy 100-120 cm családi házról beszéljünk, normál esetben ezt akár 3 hónap alatt is kulcsra készítünk tenni. Egy normál téglaépítésű lakás és egy kézház tekintetében az építési költségek közel azonosak. Azonban a kézházakra jellemző hőtechnikai értékeket elérni egy téglaház esetében költségesebb. Most az új bejelentések hatására egyre több az érdeklődő a kézházak iránt is. Jelentősen megnőtt, ugye nekünk a tavalyi évet, hát nem is a fél évet mondanám, a tavalyi ugye a Covid miatt megállt márciusban, akkor éreztük azt, ugye, hogy senki nem keres meg, hogy júniustól tudtunk dolgozni ezzel kapcsolatban, ugye szintén októberig, és októberben az 5-ös áfát bejelentették, és a csoknak az újításait, onnantól megint ugye megrekedt minden, viszont január 4-én, ahogy visszajöttünk dolgozni, azt érezzük, hogy rengeteg az érdeklődő, rengeteg az árja, és elég sok a konkrét benne. Itt a megyében még nem építenek társasházakat, de már az ország Dunántúli részén már építenek társasházakat. Mi is most Balatonon fogunk építeni ebből társasházat, 2 is. Itt a megyében még nincs ebből a társasház. Családi házakat már építettünk itt a megyében és Nyíregyházán is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy be fog ez indulni itt nálunk is. A kézházakat keresők 70%-a még mindig Dunántúli, de a megyében is egyre érdeklődőbbek az emberek. Egy átlagos 100 négyzetméteres családi ház ezzel a technológiával 30-40 millió forintból építhető fel. Egy hőkamerás teszt alapján az ilyen típusú lakások hővesztesége 5%-ra tehető, ami egy lakó ingatlan esetében a hűtés-fűtés tekintetében nagyon jónak mondható.